Május 10-éig teljes útzár lesz az Erdőbénye Tolcsva közötti útszakaszon. Ez utóbbi település kapcsán ugyanis útfelújítási munkálatokat végeznek majd. Május 10-e után pedig csak félpályás útlezárás mellett haladhat a forgalom az egyéb technikai munkálatok miatt. Tard Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsoda-Bolyzemplén megyei igazgatóság felújítási és fejlesztési osztályának vezetője elmondta, a beruházás bruttó 180 millió forintba kerül. A 37-es számú Erdőbénye Tolcsva összekötő út, a 6-os kilométer a munka kezdő szelvénye, a végszelvénye pedig a 7+5+21, ez Tolcsvának a település belterületén található. Ez egy remix eljárásra készül ez a felújítás, tehát a meglévő rossz állapotú megsüllyedt útszerkezetet átdaráljuk, kővel kiegészítjük, egy cementes stabilizálást kap, ez egy megfelelő teherbírású útalap lesz. Erre kerül két réteg aszfalt. Ezen a héten történik ez a remixálás, tehát a cementes stabilizálás, és a jövő héten kezdődik a aszfaltozás. Ezt követően Erdőbényénél is hasonló munkálatokat végeznek majd. Ez most még előkészítés alatt áll. A kezdő szelvénytől, tehát a nullás szelvény ennek az útnak Erdőbénye település belterületén van. Másfél kilométer tervezünk jelenleg, tehát a 1+500-as kilométer szelvényig. Ez jelenleg tervezés alatt van. Májusban, május közepén adja le a tervező a kész kivitelezési terveket. Ezután lehet megversenyeztetni. Ha szerencsénk van, akkor év második felében még el is kezdődhet a kivitelezés, és akkor így két végéről elindul az út felújítása, aztán remélhetőleg összeér a két jó szakasz. Ez jellemzően egy kis forgalmú út, az állapota viszont, tehát hiába egy kis forgalom, azért itt is emberek élnek, és megkönnyíti az életüket, hogyha nem a 37-es úton kell körbe menni a két település között. Tehát mindenképpen a fizikai állapota az útnak, meg a kora, az mindenképpen indokolja ezt a felújítást. Az adott szakaszon arra kérik a gépjármű vezetőket, hogy kellő körültekintéssel és óvatossággal közlekedjenek, illetve az aktuális munkálatokról, útlezárásokról tájékozódjanak indulás előtt.